hasonlók a kihívások, úgy látom a világon mindenütt, mint Magyarországon, hogy az új tudományos eredmények nagyon sikeresek, elismertek, Európa szerte vagy világszerte is, láttuk a szibériai eredményeket, azonban a nagy kihívás az, hogy ezek a gyakorlatban hogy hasznosulnak. A Kerpeli Kálmán szakkollégium kifejezetten szem előtt tartja azt, hogy a gyakorlattal milyen kapcsolat van. Azt gondolom, hogy az itt végzett hallgatók, akik pályázat útján kerülnek be a szakkollégiumba, mérnökként majd végzés után megállják a helyüket a modern mezőgazdaság, elsősorban a precíziós mezőgazdaság fejlesztésében, hiszen már egyetemista korukban megismerik azt a modern tudományos eredményeket, technológiai fejlesztéseket, amit ők mérnökként tudnak majd irányítani. Tehát itt az alapkutatástól a biológia, a kémia, az agrokémia területétől egészen az alkalmazott műszaki tudományokig, de természetesen a biológiai alapok, genotípusok vizsgálata, vagy például a növénytermesztési technológiában a növényvédelem, a tápanyaggazdálkodás, a vízgazdálkodás, öntözés területe is szóba jön. Elsősorban azokban a programokban vettek részt, amiben az egyetem sikeresen pályázott. Ezek közül elsősorban az angliai, a francia, német, holland, belga egyetemi kapcsolatokat említeném, de nem régen kim voltak azon az európai világkiállításon, ahol a jövő évtized modern mezőgazdasági technológiáját, technikáját ismerhették meg. Számunkra nagyon nagy lehetőség, hogy az új programokban, a Mondus programokban az egyetem megszervezi azokat a kapcsolatokat oktatásban és szakmai gyakorlatban is, ahol hallgatók szeretnének eljutni. Azt láttuk itt a mai konferencián, hogy van érdeklődés, elsősorban azok a nagy számú kétoldalú kapcsolatokat illetően, amit az egyetem már ma is jegyez, de természetesen új lehetőségeket is teremt az egyetem.